Köszönöm szépen a bevezetést, és már is azzal folytatnám a Réka szavait, hogy a germán gyógytudományt dr. Rike Gerdt-Hammer munkásságának köszönhetjük. Ő az a fantasztikus német orvos, aki felfedezte az emberiség számára azt a csodálatos öt biológiai természettörvényt, aminek alapján érthetővé válik minden biológiai lénynek a működése, tehát kutyának, cicának, cinciegérnek és emberi lénynek, hogy hogyan működik a biológiai szervezete. A törvények, az öt biológiai törvénynek az ismeretében már mindenki számára világos lesz, hogy nincsenek rossz indulatú és ismeretlen betegségek. A rossz indulat csak az emberekben létezik, a biológiában mindig a túlélésről és a faj fenntartásáról van szó, és ezt ugye senki sem nevezné rossz indulatú folyamatnak. Dr. Rike Gerdt-Hammerről röviden csak annyit, hogy egy olyan fantasztikus kolléga, aki nem csak a medicinával foglalkozott, hanem fizikát is tanult, sőt teológiát is, hiszen az édesapja lelkész volt, és a pályafutásának az elején már nagyon sok felfedezése lett, amelyekért megkapta a jogdíjat, és a jogdíjakból már el tudta az életét, mondjam azt, hogy anyagilag rendezni, és orvos feleségével együtt úgy döntöttek, hogy Nápolyban mennek ingyen gyógyítani a szegényeket. Ez 1976-ban történt, két év múlva egy korzikai hajókiránduláson egy szerencsétlen baleset történik, a 19 éves fiát egy részeg ember, nem is akárki, hanem az olasz trónörökös, a savoyai herceg Emmanuel két lövéssel halálosan megsebesíti. 78. augusztusában vagyunk, 111 napig Hammer küzd a fia életéért, végül december 7-én a gyermeke meghal a karjai között. Két hónap múlva Hammer doktornak egy terjedelmes heredaganata lett, és elgondolkodott rajta, hogy amíg az a tragédia nem történt, hogy ő egészséges volt, tehát kell legyen valami kapcsolat az ő heredaganata és a fia halála, vagyis a fia elvesztése között, és ezt kutatni visszament Németországba, ahol először első lépésben több mint 200 beteget vizsgált meg újra, és gyűjtötte az adatokat, és összefüggésekre jött rá, amelyek elvezették őt az első biológiai természettörvény felfedezéséhez, amit akkor a rák vastörvényének nevezett. Még nem tudta, hogy ugye még további négy törvényt fog felfedezni, de az első megfigyelésnek a lényege arról szól, hogy minden olyan nagyon súlyos, hirtelen felépő érzelmi megrázkódtatás, amit magányosan élünk meg, és benne ragadunk a konfliktusba, tehát nem tesszük túl magunkat egyik napról a másikra. Nos, ezek a konfliktusok a lélek megrázkódtatásai az agy közvetítésével szervi elváltozást fognak okozni. Mondhatnánk azt is, hogy amit lelkileg nem tudunk megoldani, annak szervi megnyilvánulásai lesznek. Ez az első biológiai természettörvény, és a DHS annyit jelent, hogy Dirk-Hammer szindróma, vagyis ezt az öt ismérvet, ami nélkül a biológiai túlélő programok, értelmes biológiai különprogramok, ahogy Hammer doktor nevezi, ezek el se indulnának. Értelmes, mert mindig a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, és biológiai program, amely különben nem indult volna el, ha nem ragadunk bent egy érzelmi konfliktusba, és ha megtaláljuk a megoldást minden pillanatban fellépő, hát váratlan eseményre, illetve hamar túltesszük rajta magunkat, akkor ezek a biológiai programok se fognak masszív elváltozást okozni a szervezetünkbe. Itt a nagyon fontos dolog a lélek-agy-szervtengely, vagyis az, hogy a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. Még a koponya CT vizsgálatok abban az időben nem voltak elérhetőek,
amikor Hammer már feltételezte, hogy az agyban lenyomata kell legyen a lelki megrázkódtatásoknak. Ezt aztán teljes mértékben a CT igazolta, és a CT gyártók is minden kétséget kizárólag igazolták, hogy az ő gépeik tökéletesek, tehát nem műtermékekről van szó, mint ahogy azt próbálták elhitetni kedves kollégák, mert nem akartak elkezdeni egy másfajta gondolkodás mentén logikusan rájönni arra, hogy valójában hogyan működik. Az első biológiai törvényben van még egy nagyon fontos pillanat, mégpedig az, hogy amikor ez a váratlan esemény történik az életünkben, akkor mindent, de minden körülményt lefényképezzünk. Pontosan azért, hogyha valami ebből a helyzetből, körülményből megismétlődne, akkor újra a biológiai programot el tudjuk indítani. Tehát a biológiai programok nem csak a konfliktus hatására, hanem a sinek hatására is el fognak indulni, és ez egy nagyon lényeges kérdés, mert hogyha ezt nem, ha ez nem lenne így gyakorlatilag, akkor az élet eltűnt volna a Földről, a sineknek köszönhetik az állatok, hogy kerülik azokat a helyzeteket és helyeket, ahol már mondjuk úgy, hogy megégették a lábukat átvitt értelemben. Tehát a sinek a túlélésünkért vannak ott, és nem a bosszantásunk véget. A második biológiai természettörvény Grenhammer doktor leírja, hogy minden, de minden értelmes biológiai különprogram két fázisban zajlik le. Az első fázist azt úgy hívjuk, hogy konfliktus aktív fázis, és ez a konfliktus aktív fázis, itt ez a kék zóna az első és a második vonal között, gyakorlatilag azt az időszakot jelzi, ameddig mi benne ragadunk a konfliktusban, tehát ameddig ezt nem oldjuk meg, illetve amíg ezt az élet számunkra meg nem oldja, véglegesen vagy időlegesen. Ha úgymond nem érzelmileg oldottuk meg, akkor a sinek fognak gondoskodni arról, hogy a programot újra és újra elindítsuk, de ha érzelmileg valamit megoldottunk, akkor gyakorlatilag ez a program többet nem fog újra lejátszódni. A DHS-t itt találjuk az első vonalon, tehát az a pillanat, ami kiüti a biológiánkat a szokásos rendjéből, a nappali szimpatikus, az esti vagy éjszakai paraszimpatikus hatásból, a vagotóniából. Láthatjuk, hogy itt akkor éjjel-nappal folyamatosan szimpatikus túlsúly van, vagyis a vegetatív idegrendszernek az a része működik, ami alarmhelyzetben, vészhelyzetben aktiválja a megfelelő szerveinket, szöveteinket, részeinket. És ez az aktiválás lelkileg csak azt jelenti, hogy ezt mi tartjuk fel azzal, hogy a konfliktust nem oldottuk meg. Mi vagyunk stresszben, és ez a stressz az, ami a vegetatív idegrendszernek úgymond az elhangolását fogja okozni. Ez a lelki állapot, amit nem tudunk feloldozni napokon, heteken, hónapokon, sőt éveken át sem. Ezek a konfliktusok tehát stresszben tartanak minket, és ilyenkor természetesen tüneteink lesznek, emelkedik a vérnyomás, emelkedik a pulzusszám, emelkedik a légzésszám, a hideg lesz kezünk, hideg lesz a lábunk, nem nagyon leszünk éhesek, és nem fogunk nyugodtan aludni, sőt, ha elalszunk, akkor felébredünk. Lehet ez most témához kötötten egy önleértékelésben megélt DHS, és mi lehet ez? Hát akármilyen szinten, mondjuk ha családi szinten egy apára vagy anyára egy olyan megjegyzést tesznek, ami sérti az ő magáról kialakított képet, mondjuk ráfogják, hogy hazudott, és valójában egy őszinte ember, akkor ezt DHS-ként fogja megélni derítékből, villámcsapásként, és ettől a gondolattól nem fog tudni nyugodtan aludni, enni, stb. Ha ez a DHS a munkahelyen történt, egy édesapának beszól a főnöke, hogy a
valójában az egész munka, amit leadott, és amiből minden tudását beletette, nem ér egy lyukas garast sem, hát ez megint csak nem fog jól esni valakinek, és megint az ő személyiségében fogja megélni az önleértékelést, hiszen ha valaki a munkahelyén szívét, lelkét beleteszi abba, amit csinál, egy ilyen durva kritika az nem fog elmúlni egyik pillanatról a másikra. Párkapcsolatban is lehet ilyen DHS-eket megélni, ami a személyiségünket illeti, és ez ugye attól függ, hogy ebben a párkapcsolatban kinek milyen szerepe van, úgy értve milyen lelkülettel van ebben jelen, de erre majd a végén külön kitérünk. Tehát ameddig ez meg nem oldódik, addig tart a konfliktus aktív fázis, a K elmit ezen a szakaszon azt jelenti, hogy vagy megoldódott a konfliktus érzelmileg, vagy az élet úgy hozta, hogy nincs dolgunk ezzel a történettel. Egy munkahelyi konfliktusnál megoldást jelent az, hogy valaki elmegy szabadságra, és ugye azt szoktuk észrevenni, hogy elmegyünk szabadságra, és akkor betegszik le a társaság. Igen, mert lekerül a sinekről, lekerül a konfliktus körülményeiről, és beindul a gyógyulási szakasz, és itt már ezt látjuk. Ennek két része van, mondhatom, hogy A és B szakasza, de valójában, hogy itt mi történik, ez az exudatív fázis azt jelenti, hogy folyadékgyülem lesz az érintett szervnek a területén, és gyulladásos tünetek, tehát a rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, léza, ez mind jelen lesz, vagyis piros is lesz, duzzat is lesz, meleg is lesz, fájdalmas is lesz, és a működésében fékezett, gátolt lesz az érintett szervünk vagy szövetünk. Azt követi itt középen ez az epileptoid krízisnek nevezett kiugrás, és utána jön a hegyesedő fázis, amikor egy elképesztő mértékű hát fáradtság vesz erőt rajtunk, és hát ez az egész történet gyakorlatilag eljut a végéhez. Az epileptoid krízis a legveszélyesebb és a legdrámaibb, legfájdalmasabb része az egész biológiai programnak, hiszen amit látjuk itt megint a szimpatikus túlsúly van jelen. Most ha a lényegét nézzük ennek, akkor pontosan az az epileptoid krízis lényege, hogy kirántja a biológiánkat ebből a mély vagotóniába, tehát ahova most mutatok. Ha idáig leérkezne a mély vagotónia, akkor itt a szívünk is leállna. A biológiánk ezt oldja meg azzal, hogy az egyre mélyülő vagotóniából egy szimpatikus túlsúly kiránt minket, ilyenkor előfordul, hogy újra álmodjuk a konfliktust, majd felébredünk, hogy jaj, de jó, csak álmodtuk, hiszen már a megoldás megtörtént, és elindul már az epileptoid krízis elejétől egész a végéig a vizeletnek a kiürítése, vagyis az a vizelet, amit itt begyűjtöttünk, az nagy mennyiségben ürülni fog, és ne feledjük el, hogy lélek-agy-szerv szintről beszélünk, az agyi központból is, az érintett agyi reléből is a víz távozni fog, és megszűnik az epileptoid krízisben a fejfájás. A program végére már nem lesz a biológiánk ugyanolyan, mint volt itt a konfliktus előtt, ezzel gondolom mindenki egyet tud érteni. A második biológiai természettörvény tehát arról szól, hogy a DHS bekövetkezte után van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasz, abban az esetben nyilván, ha a megoldás valójában megtörténik. De gondolkodjunk el, hogy a biológia is hozott anyagból dolgozik, ugye, mint a szabó vagy a cipész, és mit tud tenni a biológiánk a túlélés érdekében? Hát csak saját magához nyúlhat, csak önmagából oldhatja meg, és mivel a sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, ezért vagy a sejtek számával, vagy a működés változtatásával fogja a biológiánk megoldani a programot. A harmadik biológiai törvény pontosan kapcsolatot mutat a
sejtjeink működése és a biológiai, értelmes biológiai program egyes szakasza között. Mindjárt érthető lesz, hogy miről van szó. Ha a sejtekből vagyok felépítve, amelyek működnek, akkor a konfliktus aktív fázisban vagy építek, és akkor a megoldásban viszont lebontom a sejteket, vagy lebontok sejteket a cél érdekébe, és visszaépítem a megoldási szakaszban, vagy működést változtatok, és ha megoldottam a konfliktust, a működést visszaállítom. Ez ennyire egyszerű. Természetesen a gyakorlat az egy kicsit bonyolultabb, mert hát ez a program nem mindig szokott végigfutni, gyakran elakad. Na de ki dönti azt el, hogy a konfliktus aktív fázisban mikor építek, vagy mikor bontok sejteket? Mi az, ami ezt meghatározza? Ez véletlenszerű? Nem, kérem szépen, ez már a megtermékenyítés utáni 8.-10. napon eldől, ugyanis a megtermékenyítés után a megtermékenyített petesejt elkezd osztódni, és közben a petevezeték külső harmadából bejut a méh üregbe, és mielőtt fölvenné a kapcsolatot az anya méh nyálkahártyájával, kialakul ez a három csíralemez, vagyis az a nagy sejt tömeg, amit szedett csíralapotnak nevezünk magyarul, három csíralemezzé alakul át, és láthatjuk a sárga, a narancssárga és a piros színekkel jelölt endodermát, mezodermát és ektodermát, vagy belső csíralemez, középső csíralemez és külső csíralemez magyar megnevezéssel. A csíralemezekből származó sejteknek megvan a maguk feladata. Mindegyik jól meghatározott feladatot lát el, és konfliktus aktív fázisban és megoldási szakaszban mindig ugyanazt a programot fogja csinálni. Az élethez, a túléléshez szükségünk van levegőre, vízre, táplálékra, vagyis falatra, és ezt a falatot az agytörzs irányításával fogja megoldani minden olyan szervünk, szövetünk, ami a belső csíralemezből származik. Láthatjuk itt a táplálékfalatnak az ábrázolását, tehát táplálékon kívül szükségünk van még vízre, azt a vesének egy adott része fogja számunkra biztosítani, hogy a víz bent maradjon a szervezetünkben, hogyha magányosság és létezés konfliktust élünk meg. A szükségünk van levegőre, és ez a tüdő szövetszaporulatát fogja okozni akkor, amikor halálfélelmi konfliktust élünk meg. Szükségünk van még fényfalatra és hangfalatra, nem csak levegő, víz és táplálékfalatra, és mindezt az agytörzs irányítja számunkra. Mindig először sejtet szaporítunk, a megoldási szakaszban pedig lebontjuk. Ugyancsak sejtszaporodással kezdődik minden olyan konfliktus, amit támadásról, bemocskoltságról szól. Ezt a kisagy szabályozza, középső csíralemeznek az régi mezodermális sejtjeit fogja konfliktus aktív szakaszban hát szaporodásra bírni, és hát a legfontosabb védő pajzsunk az az írhánk, a felhám alatt levő nagyon-nagyon ellenálló változó vastagságú középső bőr rétegünk, és itt nem csak sejtek, hanem nagy mennyiségben hát rostok vannak és fehérjék. Ennek a szerkezetében most nem megyek bele, majd ha írha programról beszélünk, akkor részletezem. A lényeg, hogy támadás, bemocskoltsági konfliktusra mindig szaporítjuk az írha szöveteit, és megoldásban pedig lebontjuk, mivel az írhához tartozik a verejtékmirigy és a fagyúmirigy, így ezeknek a szaporodása és lebontása is ide tartozik, illetve az emlőmirigy, mivel egy módosult verejtékmirigy, ezért a gondozási konfliktus, ami emlősöknél fordul elő, mindig az emlőmirigy hámjának a szaporodását fogja elindítani, és megoldásban pedig ezeknek a lebontása fog megtörténni. Ugyancsak támadási konfliktusra a burkaink, a hártyáink is megvastagodnak,
ebből lesz hashártya, mellhártya vagy szívburok, megvastagodás, majd megoldási szakaszban lebontás, természetesen gyulladással, fájdalommal, lázzal, ahogy az illik a biológiában. A mezoderma, vagyis középső csiralemezhez tartoznak azok a szöveteink is, amelyek a mozgással kapcsolatos feladatokat látják el, és ezt az agy, a nagyagynak a fehér állományában levő szürke magvak fogják irányítani. Mi szükséges a mozgáshoz? Természetesen csontrendszer, itt ezt látjuk ezen a babán, de hát a csontok megmozdításához izmokra van szükség, és a csontokat az ízületek kötik össze. Az izmoknak a táplálását az erek végzik, osztóért, gyűjtőért, nyirokért, és a plusz energiát a zsírszövet adja, tehát elmondtam mindazt az öt szövetet, amelyek önleértékelési konfliktusra sorvadnak, majd megoldáskor visszaépülnek. Tehát itt a folyamat fordított konfliktus aktív szakaszban a sejtek sorvadása, számának csökkenése, ulceráció következik be, fekélyesítés magyarul, majd a megoldási szakaszban visszaépítés történik. Az agykéreg irányítja az ektodermából származó kültakaróhámot, vagyis a több rétegű laphámot, elszarúsodott laphámot, ezt mindenki láthatja, ha ránéz a bőrére, a kezére, tehát ez az, ami elválaszt minket a külvilágtól, és ez az a, ez lesz az a tulajdonképpeni hely, ahol az elválasztási konfliktusok fognak lecsapódni, megjelenni, mindig azon a területen, ahová mi az elválasztódást asszociáltuk. Az elválasztásnak két vége van, mint a botnak, vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől. Ettől függetlenül a bőrünkön mindig először sejtszintű sorvadás lép fel, érzéktelenség, hűvösség, amit neurodermitisnek nevezünk, aztán a megoldásban különböző hát, történetek lesznek, most ebbe szintén nem megyek bele. Az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja, nem csak az elválasztási konfliktusokat, valamint azokat a programokat, amelyek nem a sejteket érintik, hanem a működésváltozást idézik elő. A birtok konfliktusokat csak felsorolom, ide tartozik a birtoknak a féltése, a birtok elvesztése, birtokkal kapcsolatos bosszankodások, területkijelölési konfliktusok, identitás konfliktus, szexuális konfliktus és rémületfélelem konfliktusok. A birtok megjelenése onnantól kezdve fontos, hogy csapatban élnek az állatok, kint a szabadban, és természetes, hogy a túlélésükre szükségük van egy területre. Ez főevőknél a legelőtt jelenti, a vadászoknál, a húsevőknél, pedig azt a területet, amit ő felügyel és levadászik, tehát ha betolakodik egy másik vadász, azt igyekszik elzavarni. És ezek a konfliktusok azért a mi életünkben is megtörténnek, elég ha egy riválisnak a megjelenésére gondolunk, aki féltéssel költ el minket, vagy bosszankodással, de szeretnénk neki megmutatni, hogy eddig és ne tovább, most ezeknek mind biológiai válaszok lesznek a következményei. A lényeg ezen a metszeten az, hogy az az agyi metszet, ami a koponya CT készítésekor nagyjából a középtájékon jelenik meg, természetesen nem narancssárga színben, hanem a szürke különböző árnyalataiban, és megmutatnám a mai témánkat, az a deréktájék, amit itt látunk, tehát vagy a bal oldalt, vagy a jobb oldalt fogunk hámeri gócot találni akkor, ha valakinek a derekát érintő önleértékelési konfliktusa van. Ezen a metszeten nagyon lényeges látnunk, hogy a fejünk tetejétől egészen le a lábunk ujjáig az egész testünk képviselve van, és ezek a önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusok mindig
az adott helyen Hammeri gócot fognak okozni. Nyilván, hogy a fejünkkel kapcsolatosan mindig az intellektusunkkal, a tudásunkkal, az okosságunkkal kapcsolatos konfliktusok fognak lecsapódni. Szó volt a nyakról és a vállról egy webkonferencián, itt az igazság és igazságtalanság kérdései fognak lecsapódni. A háti szakaszunk az az életművünkkel kapcsolatos, a derék szakasz az a személyiségünkben megélt önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusok színhelye, a csípőízületek az akkor lesznek érintettek, ha képtelen vagyok valamit elviselni, a térdízületem, ha képtelen vagyok rugalmasnak lenni, mások véleményét elfogadni, vagyis magyarul makacs vagyok, illetve az összes sportossággal kapcsolatos konfliktus is a térdízületeket fogja érinteni. Szó volt már a bétyó konfliktusról, ami a lábszár lágy részeit fogja érinteni, és nyilván a lábunk mindig olyan konfliktusokkal lesz kapcsolatban, ami a két lábon való megállással, járással, ugrással, továbblépéssel, kilépéssel, stb. Lesz kapcsolatban. Egy lényeges dolog itt ennél a tételnél, ne feledjük, hogy önleértékelés egyenlő önpusztítás. És az önleértékelésnek az érzelmi ereje meghatározza, hogy milyen mélyen szedjük szét önmagunkat. Nyilván, hogy a legmélyebb önleértékelés a csontokat fogja érinteni, a legdurvább önleértékelés, és nyilván, hogy ez szeretettel kapcsolatos téma, az ennél enyhébbek, aztán érintik a porcokat, az izmokat, az ereket, és a leg enyhébb önleértékelés a zsírszövetet fogja érinteni. A meg nem oldott konfliktus az probléma, mert azt jelenti, hogy folyamatos az önleértékelés, és ha ez az izmokat érinti, akkor izomsorvadás fog fölépni, vagy egy adott izomcsoportban, vagy akár féloldali izomsorvadás lép fel, és akkor beszélhetünk amiotrófiás laterál szklerózisról. Nyilván egy ilyen kórkép esetén az összes nyakat, vállat, hátat, derekat, csípőt, combot, térdet, lábszárat és lábat érintő konfliktus egyszerre jelenik meg, és ezért fog nyilván hazonos erővel, és ezért fogja a féloldali izomsorvadást elindítani. De tapasztalhatunk izomsorvadást egészen csak bizonyos izomcsoportoknál is. A porckorong érintettsége nyilván a degenerációját, magyarul az elfajulását fogja okozni a porckorongnak, és ez azt jelenti, hogy gerincsérv az természetesen létre fog jönni. A legsúlyosabb önleértékelés, mondtam, a csontokat érinti, ez csontritkuláshoz vezet. Fogunk a csontritkulásról és a csontot érintő konfliktusokról is tartani egy előadást, csak annyit mondok itt, hogy a csontritkulás konfliktus aktív fázisban azt jelenti, hogy anémia lép fel, vagyis vérszegénység, hiszen a csontok azok, amelyek folyamatosan termelik számunkra a vér alapos elemeit. Tehát egy valaki, aki egyfolytában anémiás, és sehol nem veszti a vért, mert minden nyílásába belenéztek, és sehol nem találnak vérzésforrást, jó a felszívódása, táplálkozik rendesen, annak egy nagyon komoly önleértékeléssel kéne megbirkóznia. Aztán van az a történet, amikor függő gyógyulásba kerülünk, vagyis ahogy látjuk itt, nem jut ki a megoldási szakasz a végére. Még mielőtt az epileptoid krízis következne, újra konfliktus aktív fázisban megyünk át, gyakorlatilag rövid időre, nagyon rövid időre elmúlik a fájdalom, majd újra jelentkezik, megint egy picit elmúlik, majd újra jelentkezik, gyakorlatilag állandó fájdalma van annak, aki függő gyógyulásban van, csupán a fájdalomnak az ereje, az intenzitása változik.
hogy a konfliktus aktív fázisban nincsen fájdalom, az önleértékelés az nem okoz fájdalmat, a megoldási szakasz az, ami a fájdalmat fogja okozni. Tehát akinek évek óta fennálló, akármilyen ízületi fájdalma van, az tudjon róla, hogy nagyon közel állna a megoldáshoz, ha egyáltalán tudná, hogy mit kell megoldania. Aztán van olyan történet, amikor ugyan megoldjuk, megoldódik a konfliktus, látjuk, hogy végigfutott a program, de a sinek gondoskodnak arról, hogy most már konfliktus nélkül is újra elindítsuk, újra meggyógyítsuk, újra elindítsuk, újra meggyógyítsuk, és ez a policiklikus lefolyás lesz az, ami a visszatérő fájdalmat fogja magyarázni. Persze ezt a frontokkal előre beharangozzák nekünk a rádióba, a frontok ugye csak sinek, és semmi köze a fájdalom megjelenéséhez, a magának a légköri nyomásváltozásnak, viszont az ahhoz kötődő önleértékelések, azok már viszont beindítják ezeket a le nem zárt programokat. Nyilván, ha valaki állandóan bontja, építi a csípőízületét, vagy a gerincét, vagy a nyakát, azok az ízületek egyre vastagabbak és vastagabbak lesznek, és egyre kevésbé fognak jól működni, elalaktalanodnak. Amikor megoldási szakaszban vagyunk, akkor azt fogják mondani, hogy artritiszem van, amikor meg elalaktalanodik, és most nem fáj éppen semmim, azt már úgy fogják hívni, hogy artrózis. A biológiát nem arra találta ki a teremtő, hogy folyamatosan, hogy is mondjam, teszteljük a túlélő programjainkat. Összefoglalva, a mozgatórendszerünket az önleértékelés bontja a konfliktus aktív fázisban, és a megoldási szakaszban viszont visszaépül minden, sőt erősebb lesz a visszaépítéskor, a konfliktus megoldása után erősebb lesz az, amit visszaépítettünk, mint az, amit lebontottunk. Ez fog vezetni az adott helyen a terület átalakulásához, hiszen az újraindított program és újra megoldott szöveti szinten újra visszaépített szövetek már nem lesznek olyan tökéletesek, mint voltak, viszont egyre vaskosabbak lesznek. Tehát még egyszer felhívom a figyelmet, jegyezzük meg, bármiben azt érezzük, hogy képtelen vagyok, így kezdődik a mondat, az már önpusztítást jelent. A fájdalom az egyenlő a gyógyulási szakaszsal, ne feledjük el, mindig a visszaépülést jelenti. Na most, hogyha tudom, hogy a fájdalomnak van értelme, igen, a fájdalomnak van értelme, pontosan az, hogy egy legyengült izomzattal, egy legyengített ízülettel vagy csonttal ne kezdjünk el, mondjam azt, hogy legénykedni, ne kezdjünk el erős fizikai munkát csinálni, vagy versenyt futni, pontosan azért jelenik meg a fájdalom, hogy maradjunk nyugodtan, és hagyjuk a biológiát visszaépíteni. Na most a fájdalomnak vége is van, kérem szépen. És hogyha tudom, hogy van értelme és van vége, már nem is fáj úgy, mint ahogy elkezdődött ez az egész fájás. És mint említettem, a csontok bontása a vérképzésre hat, anémia a konfliktus aktív szakaszban lesz, a megoldási szakasz leukémiaként fog megjelenni. Az izmoknak a bontása természetesen a működésére fog kihatni, a sorvadás ugye azt jelenti, hogy elgyengül az adott helyen az izom, és a visszaépülésnél jön a fájdalom, viszont a végére erősebb lesz az izom, mint volt. Az epileptoid krízisben pedig ne feledjük, hogy izomrángások fognak bekövetkezni. Nos, akkor nézzük meg, hogy mi történik a derekunknál. Ha a derekamat jobbkezesként jobb oldalt elkezdem sorvasztani, mert a személyiségemben megélt önleértékelési konfliktust éltem meg partner oldalon, és jobbkezes vagyok, akkor a jobb oldali lumbális szakaszon fogom az izomzatomat elsorvasztani, elgyengíteni. No, de akkor mindenki belátja, hogy az izom erő egyensúly megbomlik a gerinc két oldalán.
a jobboldali elgyengül, a baloldali marad olyan, amilyen volt, természetesen, hogy az erősebb oldal felé fog a gerincünk elhajlani. Márpedig ez az elhajlás, ez idegbecsípődést fog okozni, és hát itt látható ábrázolva az ischiász, az idegbecsípődésnek a rajza, és aki a Facebookon megnézte azt a rövidke filmet, beharangozó filmet, az láthatta is, hogy hogyan történik mindez. Tehát itt arról van szó, hogy jobbkezes férfi, az vagy jobbkezes nő a partner oldalon megélt konfliktusa miatt, a jobb oldalán lebontotta a derék izomzatát, megbomlott az izom erő egyensúly, az erősebbik izomzat áthúzta erre az oldalra, tehát bal oldalra az izmokat, rögtön még konfliktus aktív fázisban megjelenik az ischiász, a megoldási szakaszban viszont eltűnik ez az ischiász, és megjelenik jobb oldalon a tompa deréktáji fájdalom. Tehát itt nyilván ahhoz, hogy ez a becsípődés úgymond megtörténjen, ahhoz a konfliktusnak meg kell történnie. Hát az, hogy megemeltem magam, és akkor beleroppant, az azt jelenti, hogy az volt az utolsó tudatos hópihe, ami elindította a lavinát. Tehát az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy valamit megemeltem. És ezért jöhetett létre a következő ábrázoláson, pedig azt látjuk, hogy hogyan jön létre a gerincsér. Ugye a csigolyák közötti porckorongnak van egy gyűrű alakú része, ez a fibrózus, rostos gyűrű, anulus fibrózus, és van középen egy magja, nucleus pulposus a neve, és úgy képzeljük el, minthogyha egy golyó lenne, és egy gyűrűben levő golyóról lenne szó. Na most pont ez fogja biztosítani, hogy a gerinc elhajlásakor az egyes mozdulatok összeadódásából a derék szakaszunk, vagy éppen a nyaki szakaszunk el tudjon mozdulni. Ezek a legmozgékonyabb részek. A háti szakasz kevésbé mozdul el, de az is elmozdul. A szákrum, vagyis a kerescsont, az össze van csontosan forrasztva, mind az öt kerescsonti és farokcsonti csigolyánk, ezek összecsontosodtak, és a csípő lapátokkal összeízesülve, szintén csontosan hozzák majd létre a medencét, elől a szemérem csontokkal együtt. Nyilvánvaló, hogy ez a gerinc, illetve porckorong degeneráció, illetve a gerinc sérv abban az esetben jön létre, ha ez az izomgörcs egy folyamatos önleértékelésről lévén szó, kényszeredett helyzetbe kerül ez az egész gerincoszlop. Látható, hogy ebben a pozícióban nem lehet gyakorlatilag létezni, és ezt próbálja a szervezetünk valamilyen szinten kompenzálni. Tehát ha képeztünk egy ívet jobbra, akkor a háti szakaszon fogunk képezni egy ívet balra, és fönt a nyaki szakaszon is kompenzálunk, pontosan azért, hogy ez az egész gerinc végeredményben, eredőjében egyenes legyen, és a fej tartása az egyenes legyen. Ez már ugye akkor világos, hogy a skoliózisnak a magyarázatát is adja, illetve a skoliózist a gyerekeknél létrehozza az is, hogy kivel kapcsolatosan értek meg a különböző gerincszakaszokra jellemző módon önleértékelést. A derékfájás, lumbágó,
és ischiász, vagy, és a gerincsér, ezek mind egy és ugyanannak a konfliktusnak a következtében fognak beállni. Mondjam azt, hogy az ischiász a konfliktus aktív szakaszban, a derékfájás a megoldási szakaszban, személyiségben megélt önértékelési konfliktus eredményeként. De ez a személyiségben megélt önleértékelési konfliktus, Réka, mi mindent jelenthet? Mondjál néhány olyan példát, gyakorit, amiben az emberek úgy beazonosíthatják, hogy te jóisten, az én derékfájásom akkor jelent meg, amiután megoldottam én azt a konfliktusomat, hogy... Nagyon nehéz kérdés elé állítasz, Karasz, hiszen a személyiséget egy kicsit ismernünk kellene ahhoz, hogy egyből a példákra lépjünk, de ha már ezt kérted, akkor ám legyen. Tehát akkor vegyük a gyerekkortól az időskorig a személyiségemben megélt konfliktus. Megélhető. Vagy megélhető konfliktus. Igen. Bocsánat. Tételezzük fel, hogy mindenki elképzel most egy 5 éves kislányt, aki egyedül gyermek, mindenki szereti, mindenki rajongva imádja ezt a gyereket, és egyszer csak, amikor kikerül ebből a rózsaszín burokból, amit a család képez számára, bekerül mondjuk egy olyan közösségbe, ahol őt úgy tekintik, hogy ő egy a sok közül. Amikor megkapja az első olyan konfliktusát, amiben őre azt a címkét sütik, hogy rossz kislány vagy, vagy rossz gyerek vagy. Ez egy személyiségében megélt konfliktus lehet, hiszen eddig úgy gondolta magáról, hogy egy jó gyerek. Hát mindannyian azt gondoltuk magunkról, hogy mi jók vagyunk. Nemrég láttam egy ilyen gyerekszáj adást, ahol az egyik 5,5 éves kislány azt mondta, hogy minden butaság egy nem sikerült jó dolog, csak a szüleim még nem tudják. Így van. És tanulhatnánk a gyerekektől, igen. Hogyan lehet iskoláskorban ezt a személyiségemben megélt önleértékelést megélni? Most beszéljünk csak azokról a helyzetekről, amikor úgy érzi a diák, hogy nem elég jó, nem tud eleget bizonyítani, hogy folyamatosan hasonlítják valakihez, és nem veszik észre, hogy ő egy egyéniség, hogy ő egy különálló személy. Ezt a nővéred jobban tudta például. Egy ilyen mondat az ő személyiségében való önleértékelést indíthat el. Vagy gondoljunk csak a tinédzser szerelmekre, amelyek nagyon kevés alkalommal végződnek életre szóló kapcsolattal és igen, házassággal. Itt is mennyi mindent tudnak egymásra mondani az emberek, hogy később rosszul sikerült házasság után a válláskor, mennyi butaságot mondunk egymásnak, ártó-bántó szándékkal. A munkahelyen is lehet valakinek személyiségében megélt leértékelése, ha például azt gondolja, hogy ő jól csinálja a dolgát, viszont kiderül, hogy mégsem. Vagy amikor elveszik azt a munkát tőle, amit nagyon jól tud csinálni, és oda teszik egy olyan feladathoz, amit ő például nem is tud végezni. Gondoljunk csak arra, amikor bejöttek a számítógépek, hány embernek okozott ez konfliktust, és derékfájást, és persze mondjuk mi azt, hogy amióta az irodában ülünk, és a számítógép mellett dolgozunk, azóta kicsit ellustultunk meg, nem mozgunk eleget, ez természetesen így van, viszont a derékfájás fő konfliktusa az, hogy a személyiségemben megérek egy önleértékelést, nem értek én már ezekhez a kütyükhöz. Nem tudom én ezt úgy kezelni. Öreg vagyok én már. Nem megy ez nekem. És nyilván minél jobban félek valamitől, annál többször hibázom, annál nagyobb az esély annak, hogy konfliktusként fogom a számonkérést megtapasztalni. Időskorban a személyiségemben megélt önleértékelés eredője lehet egy olyan konfliktus, hogy a gyerekek, az unokák mind messzire költöztek.
és nincs ott velem senki, nem foglalkozik velem senki, egész életemet másokért éltem le, és most vénségemben nincs senki, aki segítene nekem. Nem tudom, hogy eléggé szemléletesek voltak ezek a példák, vagy sem, de mégiscsak szeretnék egy pár szót szólni arról is, hogy mi is az, hogy személyiség. Mert mindannyian külön emberek, külön személyiségek, külön egyedi lények vagyunk. Mégis ugyanazokra a konfliktusokra ugyanúgy reagálunk. Ez a nyelvtudomány átterét illeti. De mi az, hogy személyiség? Hogyan alakul ki? Hogyan működik, illetve miért vagyunk ennyire különbözőek? Ezt mindig is foglalkoztatta ez a kérdés a tudósokat. És hogyha visszamegyünk az első, talán a legelső olyan bölcshöz, aki az emberek viselkedését és megbetegedését próbálta megfigyelni, akkor egészen Hippokratészig kellene elmennünk. Az alapokig. Az alapokig, és nagyon sokszor megjegyzem azt a különböző helyeken és helyzetekben, hogy Hippokratész után nagyon sokat kellett várni, hogy megszülessen dr. Rikegírt Hamer, mert gyakorlatilag Hippokratész óta senki nem foglalkozott orvosi verkekben azzal, hogy a megbetegedésnek milyen lelki háttere lehet. Úgyhogy ezért is nagyon sokat köszönhetünk. Illetve senki nem tudta ilyen tudományos táblázatba összefoglalni, mert azért régen még voltak feltételezések, hogy a lelki dolgoknak lesz hatása a szervezete, de nem volt semmi tudományos összefüggés, nem volt kimutatva konkrét példa. Igen, szeretnék mindenkit óvaintani attól, hogy ugyanilyen táblázatokban gondolkodjunk a személyiségről, hiszen a személyiség egy nagyon összetett fogalom. Hippokratész is négy kategóriára osztotta az embereket, szangvinikus, kolerikus, melankolikus és flegmatikus típusokra, ezeket vérmérsékletnek nevezte, vagyis temperamentumnak. Ezek, mint tudjuk, hogy csak részben fedik a valóságot, de hát mindig próbáljuk valamilyen sablonnal, valamilyen képlettel lefordítani azt, hogy mi is a személyiség. A testalkat, a temperamentum, illetve a megbetegedési hajlam között olyan kutatók is összefüggést próbáltak felfedezni, mint például Kretschmer, sajnos nem járt túl nagy sikerrel, bár érdemes lenne megjeleníteni azt a meglátását, hogy a mánia és a depresszió bizonyos embereknél együtt jár, és én nagyon megörültem ennek a temperamentum fókuszált megközelítésnek, mert itt találtam meg benne a germán gyógytudomány valódiságát és lényegét. Pontosan ezzel a két fogalommal, a mániával és a depresszióval hívja fel. Nyilván ahhoz, hogy egy személyiséget a maga minőségében és pumpájában meg tudjunk nézni, meg tudjuk vizsgálni, hogy mi milyen személyiséget vagyunk, ahhoz nem elég a testalkatot, a megbetegedéseink eddigi sorozatait, vagy a vérmérsékleteinket figyelni, és ezt már az 1940-es évek óta tudjuk, miután Kettel felfedezte, hogy a személyiséget 16 dimenzió alapján vonásokra lehetne osztani, és nem szabad sablonos megoldásokban, típuselméletekben gondolkodni. Azért is kérek mindenkit, hogy ne úgy gondoljon magára, mint egy bizonyos típusú ember, hiszen rengeteg személyiség jegyünk van, rengeteg vonással rendelkezünk, amelyek kombinálva minden személyiség típusból, klaszterből jelen vannak bennünk. A két fő dimenziót mégis talán meg kellene különböztetni, például azt, hogy mennyire vagyok nyitott vagy zárt személyiség, és most Eysenkre utalok, az extrovertált és introvertált személyiséggel, tehát a nyílt, kommunikatív és a zárkózott, visszahúzódó típusra is. Sőt, itt is megtaláltam a germán gyógytudomány gyökereit, itt a mániás és depressziós, ciklikus
folyamatukat a kóstolált állapotoknál lehet a legjobban megfigyelni. Lehetne olyan tényezők alapján is valamilyen irányba elindulni, hogy mennyire vagyok érzelmileg stabil, vagy mennyire vagyok labilis. Nagyon érdekes Eysenknek a metódus, ő rávetítette a Hippokrates Galénosz féle melankolikus, kolerikus, flegmatikus, szangvinikus jegyekre, és egy olyan kombinációs lehetőséget kínál fel, amiben mindenki valamilyen módon magára ismer. De a személyiségünk kialakulását befolyásolják a szűk családi körben az életünk első pár évében megtapasztalt élmények, események. De nem csak ezek hatnak ránk, hanem az is, hogy mi önmagunkkal szemben hogyan gondolkodunk, mennyire jutalmazó vagy büntető rendszereket használunk, akár önmagunkkal szemben is. Nagyon érdekes az, hogy a viselkedésünk az sokszor valamit elérni akar, másoknál pedig valaminek a bekövetkeztét szeretné gátolni. Ugye nem mindegy, hogyha megkérdezünk a kedves hallgatókat, hogy mit szeretnél, mi történjen veled az elkövetkezendő 5 évben, nem mindegy, hogy milyen választ adok, hogy mire vágyakozom, vagy mitől félek, hogy mi fog bekövetkezni. És nagy itt különbség. Is nagy különbségek nagy vannak. Különbség. A kollégáknak, mert úgy látom, hogy vannak köztünk olyan emberek is, akik szeretnek az emberi lélek rejtelmeibe ismereteket szerezni, csak egy morzsát említek meg, egy különlegességet, hogy vegyük észre, hogy ez a három csíralemez mennyire fontos, hiszen egy Sheldon nevű pszichológus is elkezdett ezzel foglalkozni. Ő nyilván nem jutott el a germán gyógytudomány alapjaiig sem, hiszen ez egy szomatikus elméletet állapított meg. Itt is a három csíralemez, a belső, a középső és a külső csíralemez viselkedéseit és megbetegedési mintázatait tárta fel, ami csak azért érdekes, mert hogyha tudjuk, hogy ez teljesen tőlünk függ, akkor ezek szerint a személyiségünk sem egy fix, statikus valami, amit folyamatosan tudunk változtatni. Igen, de nagyon sokszor azt mondja valaki, ilyen vagyok, kész. Hát pont emiatt van konfliktusunk, hát, és pont emiatt vagyunk betegek. De ha változnánk? Igen, a változást nagyon sokszor az ego akadályozza meg, és hogyha az egóról beszélünk, akkor meg kell említenem azt a szemét, aki az ego fogalmát bevezette a tudományos és a félig tudományos világba, ő pedig nem más, mint Sigmund Freud, egy strukturális modellben látta a személyiséget, mint az ösztönén, az IV, ez az ösztönén az, aki üs vagy hús elv alapján működik. Ez a biológiai lény. Ez a biológiai lényünk. Aztán vagyunk mi, akit mi úgy gondolunk mindannyian magunkra, hogy én, érdekes ez a fogalom is, hogy ki ez az én. Igen. 7 milliárdnál több én létezik a bolygón. És van egy szuperego, mert ez a szuperego az, ami a felettes énünk, ami folyamatosan ezt az első kettőt irányítja. Nem szeretnék belemenni ilyen mélységekbe, ilyen tudományos részletekbe. Mi nagyon sokan tudjuk, hogy freudi pszichológia és pszichoanalitikus megközelítés már rég divatja múlt, és nagyon-nagyon kevés részletet tudunk ebből használni. Nagyon érdekes lenne megtudni, hogy mi az, ami a személyiségünket befolyásolja? Mitől vagyunk mi annyira komplex, önszabályzó rendszerként jelen? Mi az, ami a személyiségünket befolyásolja? Nagyon sokan gondolkodtak erről, és a személyiségünk fejlődését három befolyásoló tényező határozza meg. A biológiai érés elsősorban. Az, hogy milyen érési folyamatokon megyünk keresztül.
Azt hiszem, hogy itt megint csak meg kell említenem Piaget, aki a szakaszos fejlődés elméletével beírta magát a tudományba. Ő azt mondja, hogy minden csecsemő ugyanazokon az érési fázis, és minden kisgyerek ugyanazokon az érési fázisokon megy keresztül. Csak nem mindegy, hogy hogyan tenném hozzá a germányú tudomány ismeretével. Igen, milyen konfliktusokat jön meg a csecsemő. Vagy a kisgyerek, vagy a kisgyerek, és az óvodába iratkozás, az iskola kezdés, konfliktus háttereiről sajnos Piaget sem a többi megemlített tudós nem írt. Aztán a személyiségünk fejlődését befolyásolják a tanulási mintáink, hogy mit látunk otthon, hogy milyen férfi vagy nő szeretnék lenni, pont olyan, mint anyám, vagy épp az ellenkezője. Mik azok, amiket láttam a kollégáktól? Mi a menő minta? Hogy én ki vagyok? Mit mutatok magamról? Mi a divat? Mi a divat? Hogyan szeretném előadni magam? Tinédzserkorban emlékszünk ezekre az időszakokra. És itt jön az, amit nagyon nem fognak szeretni, kedves hallgatók, a személyiségünk legalapvetőbb formálója maga a trauma. A fájdalom, a konfliktus. Nagyon sokszor a konfliktusainkra valami mágikus módon olyan negatív fényt vetünk, minthogyha ez nem is a normális dolog lenne. De talán pont ez határozza meg, hogy olyan sokáig benne ragadunk. Igen, igen. Mert pont... ha meg tudnánk oldani őket, akkor meg se betegednénk. Ha másnakra el tudnánk engedni valakinek a megjegyzését, akkor nem lenne belőle betegség. Ez teljesen így van, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon nehéz ezeken a traumákon átlépni. Hát ebben kell segíteni. Személy szerint ezt tartanám a legfontosabbnak, hogy tudjuk ezt megtanulni, hogy hogyan tudunk átlépni ezeken a helyzeteken, mert ez lenne az igazi megoldás abban, hogy hogyan ne betegedjünk meg, vagy hogyan tudjuk magunkat ezen a helyzeten átlendíteni. Ugye azok, akik betegek, akik éltek már át bármilyen fájdalmat, azok pontosan tudják és együttértenek velem abban, hogy amikor valamink fáj, a személyiségünk is beletorzul. Mert türelmetlenek vagyunk, mert embert sem akarunk látni, mert a legkevésbé van arra szükségünk, hogy valaki kioszton bennünket, hogy igen, éppen ez van, örülj, hallgass. Van én nekem elég bajom. Nem vagyok rá kíváncsi. Persze vannak azok az észosztó kollégák is, akik elmondják nagy bölcsen, hogy éppen mi a bajod, gyermekkorból fakad, környezeti hatás, az UFO-k hozták, mindenféle elméletet ki lehet erre találni, csak hogy éppen ez az aktuális fájdalmunkat nem befolyásolja, sőt, negatív irányba visz bennünket, mert azt látjuk, hogy senki nem figyel ránk, senki nem érti meg a fájdalmunkat, és akkor bocsánat, hogy újra előhozom a germány gyógytudományt, de a magányosság érzése, ez, ha jól tudom, mert rendszeres tanfolyamra járó vagyok, az megtisztelezheti a fájdalmat. Az meg, mert igen, ezt a lényeges dolgot kifelejtettem, és örülök, hogy felhívtad rá a figyelmet, hogy a fájdalom fokozottabb lesz akkor, azt a konfliktust, bármilyen konfliktust, magányosan, mély magányosságban éljük meg, nincs kivel megbeszélnem, senki nem figyel rám, senkinek nem vagyok fontos, vagy a létezés konfliktusát élem meg, vagyis az egyáltalán való létezésem került veszélyben, tehát ez akkor mindig a víz lezárását fogja hozni, begyűjtését, és nyilván ott gyűjtjük be, ahol már van helye neki egy biológiai program miatt, és ez a fájdalmat akár tízszeresére is fokozhatja. Tehát akkor a személyiségünket mégiscsak befolyásolja a környezet is. Nem csak a testi diszpozícióm, hogy mennyire érzem magam makkegészségesnek, vagy mennyire nem. Befolyásolja a társadalmi környezet, az a közeg, ahol él, illetve a személyes környezet, a család, mint olyan, illetve a saját gondolatai is, hiszen hányan élünk azokkal az önszabályozási módszerekkel, hogy na engem ne sajnáljon senki.
És ez az, ami a leginkább bezár bennünket abba a csendbe, amit később úgy fogunk hívni, hogy magány. Nagyon érdekes az, hogy az a fájdalom, ami ilyenkor fennáll, az hogyan van tekintve? Úgy van tekintve, mint egy ellenség, ami megnehezíti az életünket, mert hát ez a fájdalom, ez úgy rá tud ülni az ember nyakára, és személyes tapasztalataim is vannak csontfájdalom terén, és tudom azt, hogy mennyire megkeseríti az emberek életét az, ha az a szervük fáj a leginkább, ami az emberi életnek az alapvető tudását vagy minőségét jelenti. Hiszen ha nem tudunk felállni, leülni, nem találjuk a kellemes, kényelmes pozíciót az ágyban, mert bárhogy fordulok, fáj a hátam. Sőt, reggel egy fél órát mászok le az ágyból, és szidod az első majmot, amelyik leszállt a fáról, hogy miért kellett neki kiegyenesednie. Igen. Szóval ezek azok a helyzetek, amelyek az én életutamat, az én személyiségemet nagyon befolyásolják. Vegyük csak észre, hogy milyen az, amikor fájdalmakkal küszködünk, az arcunk is eltorzul bele. Szeretném ezt a fájdalmat nem túl misztifikálni. Szeretném, hogy tudnánk azt, hogy a fájdalom a gyógyulás bizonyítéka. Szeretném, ha a fájdalmat nem úgy tekintenénk ebben az esetben, mint egy ellenséget, hanem mint egy hírnököt, aki jelzi, hogy a biológiánk épp most rakja a helyre magát. Nem tudom, hogy láttak-e ilyen táblát, vagy ilyen kiírást általában nagy üzleteknél, hogy hamarosan megnyitunk. Körülbelül ennyi szerepe van ennek a fájdalomnak is, hogy jelzi, hogy hamarosan minden rendben lesz. Tudom, hogy nem így szoktunk a fájdalomra gondolni. Tudom azt is, hogy a fájdalom az általában olyan szempontok alapján van megítélve, hogy elviselhetetlen, kibírhatatlan. Mondunk olyat is, hogy ez egy csontzúzó, csonttörő fájdalom, hogy azt érzem, hogy porladnak a csontjaim. Ilyenkor nyugodjunk meg a legjobban, mert a csont csak megoldási fázisban mutatja a fájdalmat. Aztán jó lenne, hogyha a személyiségünkben gondolkodnánk inkább, hogy mit tehetnénk legközelebb jobban ahhoz, hogy ne legyen újra lebontva bármelyik csontunk. Jó lenne, hogyha a saját személyiségünkre nem úgy tekintenénk, mint egy krízisek és kudarcok sorozatára. Jó lenne, ha átírnánk az önleértékelést. Jó lenne, ha megelégednénk azzal a látvánnyal és azzal a testtel, amink van. Jó lenne, hogyha úgy gondolnánk minden egyes konfliktusunkra, mint az életutam egyik állomására. Egy olyan állomásra, amely során a személyiségem megerősödik, amely során átalakul az életminőségem, az én minőségem, a személyiségem minősége. A működőképességem új eszközökkel bővül, mert lám, már el tudom fogadni a fájdalmat is. Fejlődik a probléma megoldó képességünk ez alatt, az idő alatt, amikor egy konfliktust megélünk, hiszen a biológia ezt a konfliktust is arra akarja felhasználni, hogy valamit megtanítson nekünk. Aztán egy ilyen konfliktus alatt, amikor éppen mondjuk a hátfájástól egy kicsit ledőlünk, vagy próbálunk nem aktív viselkedési formákat gyakorolni, nem dolgozni, akkor gondoljuk csak végig, hogy mennyivel hatékonyabban tudjuk ezeket a helyzeteket megoldani. Nagyon jó lenne, hogyha a fejlődés folyamatának tekinteném ezt a fájdalmat, ezt a helyzetet. Jó lenne, hogyha lezárnánk azokat a negatív önértékeléseinket, kritikáinkat, amelyeket rendszerint magunkra aggatunk. Le kellene zárni azokat a helyzeteket, amikben elszigetelődünk, mert nem beszéljük meg a konfliktusainkat. Jó lenne, hogyha magunkra úgy tekintenénk, mint ahogy a természet bennünket megteremtett.
egyedi, megismételhetetlen, csodálatos, tökéletes lénynek, amit a biológia épp most alkot újjá, még erősebbé, még tökéletesebbé.